Következnek majd a kajak négyesek, és miközben a vetélytársak fönt a rajt körül forgolódnak, addig a mi egységünk, Kajner Gyula, Petrovics Béla, Csipes Ferenc és Ábrahám Attila, mintha kíváncsiak lettek volna az eredmény hirdetésre, megnézték volna, hogy hova kéne esetleg nekik jönni. Néhány perc múlva itt lent a szél körül lapátoltak. Meglehetősen furcsa dolog, meglehetősen szokatlan, de ha valóban azt akarták megnézni, hogy hova kell majd jönni, akkor nem tették rosszul, mert azért helyezések ide érnek oda, a négyes részben esélyes részben nagyon-nagyon szeretnénk azért, ha valami még szebb érem kerülne a gyűjteményünkbe. A leglátványosabb versenyszámok egyike a négyesek küzdelme, fantasztikus erők szabadulnak föl a rajtnál, hihetetlenül nagy a tempó, és a négy ember tökéletes összmunkája, összhangja egészen különleges csemegét kíván. A mieink a kilencesen indulnak majd, tehát a hozzánk legközelebb eső pályán, közvetlenül a szovjetek mellett, tehát egy esélyes hajó a szomszédunk, annál is inkább jó ez a pályabeosztás ezúttal, mert a szovjetek a világbajnoki cím védői. Ez a versenyszám nem szerepel az olimpia műsorán, csak világbajnokságokon lehet összemérni az erőt, és Plovdivot megelőzően 87-ben Duisburgban ugyancsak a szovjetek voltak a világbajnokok. Nálunk teljesen új egység indult, tavaly Adrovic, Petrovic, Rajna, Schneider volt a négyes összetétele, azt megelőzően Pető, Lőrinci, Rajna, Adrovic, tehát mindig változik a szereposztás, befolyásolja egy-egy csapathajó összetételét, hogy egyesben kik indulnak, hogyan alakulnak a formák. Ez egyébként nem az a négyes, amelyben olyan sok vita volt, hogy végül is ki legyen Hódosi vagy Fidel, az az 1000 méteres négyes, de miután Csipes is itt van, Ábrahám is itt van, abból a négyesből is vannak, akik dupláznak és rövid távon is indulnak. A mieink még mindig, mintha vetélytársakat akarnák idegesíteni, várnak, most tűnt fel a mi hajónk egy pillanatra. Itt pedig már a pályabeosztás, az egyesen tehát a lengyelek, Kajewski, Liminovics, Kravtsov és Jalkovszki. A kettesen az olaszok, Bonomi, Mancini, Rossi, Tomassini, futballban sem cseng egy-két név rosszul. A hármason az NSK-sok, a négyesen a bolgárok. Az esélyesek közé számíthatjuk az ötösön induló román hajót, Velea és Stoyan nagyon nagy nevek ebben a négyesben, többszörös érmesek világversenyeken. Az NDK-sokat nem kell külön ecsetelni, jönnek a spanyolok, akik elsősorban hosszú távon szerepeltek már többször jól, itt a címvédők, a szovjetek, és végül a mieink, egy fiatal ember, egy világbajnoki újonc, a sztrókunk, a vezérünk a négyesben, Kajner Gyula, és külön kérdés volt, hogy őt vajon az olyan nagy nevű társak, mint Csipes vagy Ábrahám, hogyan fogadják el. Angyal Zoltán, aki a kajakos szakák vezetője és a Honvédnél is dolgozik, hiszen Csipes is, Ábrahám is honvédos, azt mondta, Kajner évek óta már ifi válogatottként, és most is együtt dolgozik Csipesékkel, mindez nem jelent külön problémát. A négy emberből Ábrahám hajpánttal hátul, ő az, aki mindig hihetetlenül nagy erőt tud adni, a hajrában meg tudja lökni a hajót. Tehát Kajner elől, újoncként Petrovicsnak ez a második világbajnoksága, Csipes Ferenc viszont már hatszoros világbajnok, és világ és olimpiai bajnok Csipeshez hasonlóan Ábrahám Attila is. A pályát vidám park és állatkert övezi, és kisvasúttal lehet körbe menni, de alig ha hiszem, hogy mindez érdekesebb lenne, mint az, hogy ott állnak már a rajtnál a versenyzők. Elsőre el is jön a mezőny, és örömmel lehettük észre, hogy a mieink tűzően elcsípték a rajt pillanatát. Tehát Kajner Petrovics, Csipes Ábrahám most már teljes lendületben a világbajnokság első helyéért. Valamivel előrébb vagyunk, mint a szovjetek.
csak emlékeztetőr az NDK-sok a hatoson, az olaszok, lengyelek a kettesen, egyesen. De meggyőződésem, hogy itt az alsó pályákon a 8-ason, 9-esen dől majd el a világbajnoki cím. Egyelőre a mieink még mindig valamivel előrébb, mint a szovjetek. De most már a szovjetek kezdenek beleerősíteni, és Motuzenko vezérletével megpróbálnak minket lerázni. Most leszünk fél távnál, és a 8-as pálya, tehát a szovjetek vezetnek. Föl kéne ébredni, mert jön közben az NDK is bent a 6-os pályán, és a mieink, mintha ritmuszavarokkal küzdenének, ebből még gondok lehetnek a végére. Nem jön jól a négyesünk, nem jön jól a négyesünk, eltemethetjük a világbajnoki reményeket, a szovjetek magabiztosan az élen, és hihetetlenül jól jön az NDK-s egység, és jönnek az NSK-sok is, tehát érem közelben sem vagyunk, és ezen most már a befutóban nem hiszem, hogy változtatni lehet. A szovjetek jönnek, és a szovjetek több mint fél hajóhosszal nyernek, utána a 6-os pálya érkezik, az NDK-sok, és aztán jönnek az NSK-sok, és csak úgy a mieink. Hát kérem, ettől a 4-estől azért én bevallom. Dobogót vártam. A szovjetek szereplése pedig egészen fantasztikus. Megvédik a világbajnoki címüket, és most már az 5. első helyüket szerzik. Egészen elképesztő teljesítmény. A mieink jól előttek a rajtól, később azonban szétesett a 4-es, és már látszott is, hogy fejben föladják. Próbáltak a végén valami kis hajrát nyitni, megpróbálták magukat összekapni a mieink, de ez csak a 4. helyhez elegendő. Itt már fékeznek is, annyira megdobták a hajót, féltek, hogy esetleg kiborulnak. Oficjalne rezultaty finałowego biegu K4 500 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce, Związek Radziecki. The official results of race number 92K4 500 meters.